Nagy örömmel mutatom be a mai este főszereplőjét, Békés Géza ikonfestőt. Az ő alkotó kedvét, érzékenységét és szakmai tudását dicséri ez a kiállítás. Beszeretném mutatni a közreműködő vendégeket. Rucskóné Kovács Máriát, a Zuglói Kastár Művészeti Csoport elnök főtitkárát. Prodán Gábor görög katolikus plébánost, paróhúst. Akkor változott annyiban a program, hogy Orosz Ferenc alpolgármestert is üdvözlöm, és valószínűleg ő is pár szót fog szólni. A Kastár alkotó műhely elnökével valamikor tavaly évelején ismerkedtem meg, és elmondta, hogy egy alkotó társától hallotta mi kis galériánkról, és a csoportjuk szívesen bemutatkozna a csepeli közönségnek. A beszélgetést tett követtes, talán pont így tavasszal megnyitottuk a csoportos kiállítását a Kastárnak. A sok tehetséget sugárzó alkotás között már akkor felfigyeltem Békés Géza ikonjaira. Későbbi találkozásunk alkalmával egy nagyon szerény, az ikonográfiát és az ikonológiát alaposan ismerő, alkotó, hívő embert ismertem meg benne. Ennek a találkozásnak köszönhető ez a mostani kiállítás, melynek rendezési időpontja nem véletlen. Biztos vagyok abban, hogy a vendégeink erről még szót ejtenek. Hallgassák meg a 11. kerületi Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium Vén Diákkamara kórusát. A kórus vezetője Nebenführerné Békés Gyöngyi. Tisztelettel köszöntöm vendégeinket, akik Békés Géza ikonfestő kiállítására eljöttek. Nagy öröm, hogy itt Csepelen a Nagy Imre Általános Művelődési Központban is megrendezhetjük ezt a kiállítást. Műsorunkhoz néhány gondolat kívánkozik. Az ikonok a templomokban találhatók, ott, ahol az ének fontos terepet tölt be. Más, mint a nyugati egyházakban, mert itt elsősorban a vokális, hangulatkíséret nélküli zene a jellemző. A kíséretet a többszólamoság csodálatos harmóniái adják. Több ének recitatív jellegű, megőrizve az ókori drámák hagyományait. A keleti egyház zenéje rendkívül széles, díszes hajlításokkal, csodálatos melódiákkal teli. A keleti egyház legnagyobb ünnepe a húsvét. Ilyenkor fehér öltözetben temetnek, ünnepi környezetben. A keleti egyház nagy misztériumnak tekinti, hogy a feltámadás pillanatát nem ábrázolja ikonban, hanem helyette az ünnepi rendben a pokolra szállás testében. Dallamkincse nem csak görög, orosz, hanem bolgár, grúz és örmény területekről is származik. Ezt mutatja a következő húsvéti ének is, mely örmény nyelven szólal meg, hirdetve a húsvéti pászka örömünnepét. A szóló recitatív jellegű, hajlításokban gazdag. Hirdeti a harmadik ének. Ma is minden húsvétkor és az ünnep után 40 napig felhangzik a szertartásokon, és ezzel a gondolattal köszönnek egymásnak a hívők, feltámad Krisztus. Föltámad Krisztus, halott a hajból, legyőzte halállal a halált, és a
te lenyűszik a füsten és szeleken, mint te ragad a viasz a tűzszín előtt. Görögül adjuk elő. Ez a legkedveltebb ének a keleti liturgiában. Keletkezésének története. Egy kislány felkapott a forgószél, az égben angyalok énekét hallotta. Megjegyezte, és amikor a forgószél letette, elénekelte mindenkinek. Azóta a hála és a szeretet hangján szólal meg. Téged áldunk, néked hálát adunk, Urunk, és imádunk téged, Isten.
ikonok most a keleti egyházat jellemzik, de a reneszánsz végéig a nyugati egyház ugyanezeket az ikongrafikai hagyományokat követte. A következő itáliai szentháromságének is illik ezekhez az ikonokhoz. Egyébként a művész is készített egy ilyen szentháromság ikont, mely része a kiállításnak. Egy témához kapcsolódnak a szűzanyát ábrázoló ikonok, melyhez egy himnusz hangzik fel a Szent Szűz tiszteletére. Hanem liturgikus ikonokat is. A következő népének nyomán keletkezett a Szűz Mária oltalma című ikon, amelyen Mária köpenye alá menekülnek az oltalmat kérők. Mi is kérjük a Szűzanyát, hogy védő oltalom palástja alá helyezze a művészt, és mindazokat, akik segítik őt, és akik megtekintik a kiállítást. Oltalmod alá sietnek, Oh,
kézai pontfestő kiállítására hívtuk Önöket. A művész, ahogy elhangzott, a Kassák Alkotó Művészek Társasága Egyesület alapító tagja és művészeti tanácsának titkára, ha kiállítási szempontból nézem, igen aktív tagja. Erről a társaságról már szó esett a bevezetőben, hiszen e falak között 5. kollektív kiállításunkat rendeztük meg 2005. áprilisában, és boldogok vagyunk, hogy ismét itt lehetünk Géza által ebben a csodálatos kis galériában. Ha megengedik, azért annyit elmondanék, hogy mi a társaságunk célja. A társaság célja művészi értékek, szépségek bemutatása a kerületben, és azon kívül is. Zuglóban van egyébként az anyakerületünk. Társaságunkban jól megfér a 20 alig túllépett, de a 90-et most betöltő alkotó, festő, szobrász, iparművész, textiles, fotoművés, és hát hál' Istennek 2 ikonfestőnk van. Csodálatos ikonvilág veszít körül minket, és nem szeretném Parókus úr kenyerét elvenni, engedjék meg, hogy nagyon röviden meg is elmondjam, hogy mi is az ikon. Az ikon, bár sokszor ugye itt szó esett erről, a görög-keleti egyházba a táblakép elnevezése megkülönböztetésül a falfestménytől. Az ikon szent alakot vagy jelenetet ábrázol. A legrégibb példányokat a 6.-7. században Kijevben őrzik. Az ikonfestés bizánci művészetben a 10. századtól kezdve játszott szerepet. Fontos ikonfestők iskolák működtek Novgorodban és Moszkvában. A legjelentékenyebb középkori ikonfestőt mindannyian ismerjük, ugye Andrej Rubljovnak hívták. Ma viszont azért állok itt Önök előtt, hogy a mi ikonfestőnket, Békés Gézát mutassam be Önöknek. Nem a művészt akarom bemutatni, hiszen ezek elmondják, hogy milyen művész, én az embert szeretném Önöknek bemutatni. Ismerkedésünk elején megfogalmazódott bennem egy kép, és ez azóta is így van. Ennek a képnek egy címet adtam, mégpedig azt a címet adtam, hogy Géza a tanító. Hogy miért? Nézzük csak a meghívóban leírt gondolatait. Így szól magáról. Görög ősöktől származik, már 10 éves korától kántorkodik édesapja mellett, ahogy ő írja, az ikonok látványa naponta több órán át simogatta a szememet. Bencés gimnáziumba jár, majd a görög-katolikus hittudományi főiskolára iratkozik be, ahol szép és kiábrándító élmények hatására eltér a számára kijelölt pályáról, és nem lesz pap. Művész lesz, alkotó ember. Hogy is ír az ikonfestésről? Ikonokat készíteni csak alázatos lélekkel lehet, ha erről valaha megfeledkezem, megérzem magamon Isten nehéz kezeit. Alkotói hitvallása pedig így szól. Hiszek abban, hogy az általam készített ikonok segítenek, hogy mindenki könnyebben hordozhassa saját keresztjét. Ilyen ember ő Békés Géza, aki nem az ikonosztáz mellől, hanem alkotásaival, emberi értékeivel tanít, úgy gondolom, nem középiskolás fokon. Kérem, győződjenek meg személyesen szavaim igazáról, nézzék meg ezt a csodálatos kiállítást, beszélgessenek el Békés Gézával, bizton állíthatom, maradandó élményben lesz részük. Hogy ez megtörténhessék, a kiállítást megnyitom, kívánva a bemutatkozó művésznek további szakmai sikereket és nagyon jó egészséget. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszöntök mindenkit. Én saját jogon gondoltam, hogy eljövök, Orosz Ferenc kerületi lakos állampolgárként. Szerintem se véletlen, hogy ez a kiállítás most kerül megnyitásra. Örülünk annak, hogy itt a szigeten a Duna jobb meg bal partjáról találkoznak művészek. Szerintem tényleg nem véletlen, de hogyha valaki így tervezte volna, akkor nem lesz baj, hogyha a két part lakói összefognak. Ennyit az aktualitásról. A másik dolog egy kicsit személyesebb, és hogyha már megkértek, hogy jöjjek ide,
az egy élmény. Ugyanis, na ezt hogy mondjam el, én görögkatolikus vagyok, és én kötődöm ezekhez az itteni képekhez, áttételesen, természetesen, ennek nagyon egyszerű oka van. Én Szabolcsban születtem, és ide kerültek szüleim Csepelre, és itt is egymásra találtunk. Mondhatnám, hogy egy találós kérdést is megosztanék önökkel. Mit keres egy asztal mellett egy görögkatolikus pap, egy alpolgármester, egy rendőrkapitány és egy kiváló magyar énekművész? Hát nehezen fogják megfejteni, mert ugye most találtam ki, hogy ezt találós kérdéssé alakítom. Nem nagy titok, Csepelen épült egy görögkatolikus templom. És abban a említettek élén Prodan Gábor úrral hatalmas munkát. Rajtam kívül természetesen, akkor én a hivatalban dolgoztam, így, hogy nekem egyszerűbb volt. De valami érdekében dolgoztunk, azt gondolom, ezért lett a neve összefogás. Ezért avatták, szentelték pünköstkor. Egyik pünköstkor, na most már jó rég. A másik személyes élmény az, amit elhangzott az énekbe. Hát a nagymisén hétfő, a vasárnap biztosan ezek a dallamok, ha nem is ilyen szépen, de ugyanilyen jó szívvel, lelkesen biztosan elhangoznak. Egyszerűen ünnep van, ünnep lesz. Gyerekkori élmény, amikor vártuk a tavaszt, hogy kapjunk új cipőt, új inget, mert akkor már abba mehetünk. Ma már nyilván nem, ez 50 évvel ezelőtt volt Szabolcs megyében, Nyírtason. Ma már más világ van természetesen. De a várakozás, azt gondolom, megvan. És az az ének, amit utoljára elhangzott, ez egyik gyönyörű, mondtam is a Gábornak, ez a Mária Pócsi egyik gyönyörű ének, amikor oltalmat kérnek. Hát ilyen egyszerű dolgokba áll az ember élete, hogy elmegy egy kiállítás, és ilyen hatalmas élményekkel feltöltődve kap új erőt a hónap szürke munkájához. Itt elhangzott, hogy vannak nagy ünnepek, karácsony, húsvét, pünkösdés, még lehetne sorolni, vasárnapok, de ennél több hétköznap van. Én azt szeretném kívánni mindannyiunknak, hogy amit itt lát, az töltsön fel bennünket azzal a jó érzéssel, hogy amikor sok-sok szürke hétköznap van, akkor is legyen erőnk megcsinálni mindenkinek azt, amit vállalt. Ki ecsettel, ki mással, ki gyönyörű hanggal, ki jó szóval, azt gondolom mindenkinek van tennivalója a Duna egyik, a Duna másik partján. Nekünk Csepelen duplán, mert mi mind a két Duna ölelésében vagyunk. Egyebekben gratulálok a kiállított értékekhez, szépségekhez, azt gondolom, hogy mindegyikünknek ad élményt. További sikereket kívánok. Én is köszönöm, hogy itt lehettem az AMK-ba, akik másik oldalról jöttek, pedig érezzék jól, itthon magukat. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen, és igaz, hogy Mária már megnyitotta a kiállítást, de én szeretném még fölkérni Prodan Gábort, hogy egy szakmai bevezetőt mondjon a kiállítás elé, úgyhogy átadom a szót. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy a kerület görögkatolikus lelkészeként, aki ikonok között imádkozik, hogy én nyithatom meg ezt az ikonkiállítást. Nem is szakma, inkább talán lelki továbbnyitása a kiállításnak, hisz valóban a szakmai már megtörtént. Mit jelent nekünk az ikon? Talán egy példával hagy illusztráljam. Nagyon sokáig Szatmár megyében voltam pap, Csengerújfaluban, és elmondták az öregek, hogy a második világháborúban, amikor hadifogoly táborból ketten két jó barát szökött, akkor az egyik már föladta és ott fagyott meg útközben valahol Szibériában,
A másik jött, és egyszer csak ő is úgy érezte, hogy vége, elfogyott az ereje, és ahogy letérdelt a hóba, bele kapott a szél a belső zsebébe, és kifordult onnan a családi fotó, amin látszott a felesége, ő és a kisbaba, a karonülő. Ez akkor készült, amikor bevonult katonának, és úgy érezte, hogy rá szükség van, haza fog tudni menni. Fölállt, újult erővel is hazaért. Ez a családi fotó, ez nekünk az ikonosztáz, nekünk az ikonok, azok a képek, amelyek nem művész értékek a mi számunkra, hanem a lelki körülmények, azok, amelyek körülvesznek minket. Ismerős a mondás, hogy aki énekel kétszeresen is imádkozik, ez igaz az ikonfestészetre is. És igaz az ikon festőre is, hiszen eredetleg úgy festenek ikont, hogy nagyon sokáig szárítják azt a fát, amelyre aztán hosszú megmunkálás után különféle rétegeket hordanak fel, ugye a fa él, mozog, hogy a festék mégse peregjen le róla, és közben mindig minden rétegnél megvan egy-egy imádság, amit el kell gyertya mellett végezni, imádkozni. Krisztus közvetíti, a megváltást közvetíti minden ikon. Maga az anyaga is. Nem műanyag, nem modern anyagok egyike, vagy nem elérhetetlen régi drága anyagok egyike, hanem fa. Krisztus, amikor megszületett, fajászolban helyezkedett el. Akkor megfeszítették, fa kereszten volt. Hát ez a fa az, ami most is egyfajta bölcső az ő számára, az ikonnak az alapja. És a Jóisten visszaigazol, hogy nem csak művészi alkotás, korán sem, hanem ettől jóval több. Az előbb az alpolgármester úr említette Mária Pócsot, a hazai görögkatolikusság lelki központját, ahol könnyezett háromszor is jól tudjuk a Mária ikon. A Jóisten így visszaigazolja, hogy vannak jelek, vannak eszközök, amelyek talán az ő szempontjából semmit mondók lennének, de benne van a mi szeretetünk, benne van a mi ragaszkodásunk. Olyan, mint amikor egy kisgyerek hoz az édesanyjának vagy édesapjának egy szál gyomot, talán az utcán látnánk, eldobnánk, de ő adta, és ezért vázába tesszük. A Jóisten így igazolja vissza. Talán esendőknek tűnnek néha a mi emberi alkotásaink, amelyeken keresztül és próbálunk erősödni hitünkben. Hát az ikonok elég alkalmasak ehhez. Nincsenek egyéni mozdulatok rajta, nem tükörkép egyetlen embernek sem, hanem az örök is változhatatlan, a maga tematikája szerint festett kép. Közeledik húsvét, a feltámadás ünnepe, most nagy hét van. Görögkatolikus templomainkban az ikonok mindig ráhangolnak minket, amikor belépünk oda, meghajlunk és keresztet vetünk. Ráhangolnak minket az örökké valóságra, az örök szeretetre, békére, a föltámadásra. A Jóisten áldjon meg, kedves testvérem, Géza és minden jelenlévőt, és kívánom azt, hogy mindenki lelkében is erősödjön, miközben ezeket az ikonokat nézi és gyönyörködik bennük. Sok boldogságot kívánok. Köszönöm a kedves szavakat, és mindenkinek köszönöm, aki ide fáradt. Köszönöm a családomnak, hogy annyit segítettek, hogy egyáltalán ezeket készítessem. Köszönöm feleségemnek, vejemnek és leányomnak. És mindenkit kérek, hogy majd pár falatot és kis üdítőt fagyasszon el. Azon kívül pedig itt lesz a vendégkönyvem, és mindenkit megkérek, hogy ha lehet, akkor egy pár szót írjon bele. Van egy 9 oldalas tanulmányom, amit szeretnék felolvasni, de nem fogok. Köszönöm szépen!